Sziasztok, Laci vagyok a t 2 nézitek, és a mai videóban két perifériáról lesz szó. Egyrészt a Corsair HS80 Gamer headsetről, az eddigi legkirálya mikrofonnal, amit valaha hallottam, és amúgy most is azt hallhatjátok. A másik pedig a Saber RGB Pro Wireless, lesz, ami egy kényelmes, remek válaszidejű egér, akár 90 órás üzemidővel. Nézzük, hogy milyenek. A Corsair HS80 gyakorlatilag egy van az általam is használt HyperX Cloud 2 Wireless-szel, 150 euróba kerül, de magyar ára még nincsen. Szerintem valahol ilyen 50-60 ezer forint környékén lesz itthon. A Cloud 2 Wireless-re én azt mondanám, hogy jelenleg számomra ez a tökéletes headset, de a HS80-nak is van egy-két trükk a tarsójában, ami miatt érdemes lehet inkább ezt választani. Fejhallgatóknál egyre gyakrabban látom ezt az extra pántos megoldást, tehát fejedhez nem úgy igazított, hogy a két oldalát húzott ki, hanem van egy rugalmas pánt, ami igazodik a fejmérethez, illetve ebben az esetben ez állítható is. Szóval ezzel a konstrukcióval a HS80 sokkal kényelmesebb, mint akár a drágább virtuózó fejhallgató, amit korábban teszteltem a Korzertől. Anyakasználatban is minőségben abszolút rendben van, és 90 fokban forgathatók a filesek. A Virtuózó RGB ese a fejem nyomta több óra használat után. Itt abszolút nincs ezzel a megoldással ilyen problémám. Egyébként tök jó a szigetel, kényelmes, de két oldal is fent a mat felület elég könnyen maszatolódik. A Corsair logó rgb is, tehát ha spórolni szeretnél az üzemidővel, akkor ezt érdemes inkább kikapcsolni. Bal hátul szokás szerint van egy bekapcsoló, alatta pedig egy hangerő szabályzó görgő, amit ha benyomsz, akkor az EQ profilok között tudsz váltogatni. Alatta van egy töltöttségjelző LED, ami például pirosan púzál, hogyha már igényli a töltést a füles, végül pedig alul van egy USB-C csatlakozónk. A mikrofonrúd az rugalmas, bár nem az a fajta, ami szerintem ideális és könnyen állítható valamint ez felhajtással némítható. Van egy kis ellenállás útközben, hogyha ezen túlhajtom, akkor bekapcsolható a mikrofon, vagy kikapcsolható. Ezt egyébként egy LED is jelzi, ami piros, hogyha nem működik, és fehér, hogyha működik. És ezt egyébként lehet látni is, miközben használom az eszközt. A headsethez Corsair módra van egy IQ nevű szoftver is, ahol szabályozhatod az RGB világítást, a hangszín szabályzónál a preseteken kívül létrehozhatsz saját profilokat, a mikrofon kapcsán belőhető a Sighton, tehát valamelyest visszahallod magad a felhallgatóban, így valószínűleg kevésbé fogsz ordítani. És ami még fontos, az a Voice Prompts, ami visszajelzést ad neked arról, hogyha például be vagy kikapcsolódik a mikrofon, hogyha alacsony a töltöttség, vagy hogyha éppen be van kapcsolva a Sighton. Viszont, hogyha IQ profilt váltasz a gombbal, akkor erre nem fog jelezni, ez szerintem egy kihagyott zicser. És egyébként frissítésre javítható. A mikrofon minősége az viszont zseni. A nélküli kapcsolattal most éppen OBS-en keresztül veszem a mikrofon hangját, és tényleg le vagyok nyűgözve, szerintem ti is halljátok. Az összehasonlítás kedvéért ilyen a puska mikrofonom által nyújtott minőség, amikor ugye a videókat veszem föl, és így hangzik a Cloud2 Wireless mikrofonja. Szerintem hallható lesz a különbség. Ami viszont fontos, és ez szerintem döntő ok lehet a HS80 ellen, ez pedig a hatótáv. 60 négyzetméteren a Cloud 2 Wireless mindenhol tök jól vette a jelet, semmi bajom nem volt vele, abszolút nem volt megakadás, lakás minden pontját tudta használni. A Corsair HS80 viszont már akkor elkezd szakadozni, amikor csak a konyháig megyek ki, pedig egyébként nincsen messze. Egy wireless headsetnél pont az a lényeg, hogy nincsen vezeték, tehát távolabbra is el lehet menni vele, ennél viszont célszerű szobán belül maradni. Az üzemidőt általában a tesztek végére szoktam hagyni, de ez is egy olyan tulajdonság, amiben hát nem mondható kiemelkedőnek a felhallgató, úgyhogy akkor már beszéljünk így egy kalap alatt a negatívabb tulajdonságokról. A Corsair kb. 20 órás üzemidőt mond erre a headsetre, aminél a Cloud 2 Wireless is többet hoz, körülbelül 10 órával. Szóval érdemes nála minden fényt kikapcsolni, és akkor úgy el lehet vele lenni két 3 napig, nyilván függően attól, hogy naponta mennyit használod. A Corsair HS80-ba egy-egy 50 mm-es drivert raktak, 20-tól 40 Hz-es frekvenciaválasszal és nem melesleg Dolby Atmos támogatással. A headsetet Pure Direct, vagy inkább saját presettel használtam, kicsit emelt mélyekkel, és egyébként a hangminőség az szerintem nagyon pazar. Tiszta, a mélyek eléggé ütősek, kompetitív játékoknál is remekül be lehetett azonosítani, hogy ki hol van, és mind a mellett az izolálás is jó. Körülbelül 50%-os hangerő fölött nem igazán használtam, ez is bőven elég volt az én szokásaimhoz, a Dolby hangzás szerintem egészen jól működik, szóval a hangminőségben az érészemről nincsen kifogásolni való. Összegezve ezt a cuccot. A Corsair HS80 mikrofon is hangminőség szempontjából nagyon erős, de hatótávban és üzemidőben nem annyira, és amiben egyébként ez gyenge, pont abban erős a Cloud 2 Wireless. A mikrofonja nem ilyen tuti, mint ennek, de például hogyha fontosabb számodra a hatótáv, hogy ne csatlakozzon le, hogy ha a konyhába, akkor mindenképpen azt választanám. Ezt leszámítva elégedett vagyok. A másik korzer termékünk a Sabre RGB Pro Wireless. Ennek az egérnek egyébként van egy vezetékes verziója is, hogyha ugyanezt az élményt keresed, csak nyilván olcsóbban. A felület az mat gumisborítást sehol nem találunk rajta, de ennek ellenére abszolút nem éreztem csúszósnak, tehát tök jól tudtam használni, ebből egyébként az ergonomikus dizájn is kiveszi a szerepét. Van rajta egy RGB-s logónk, a görgő mögött egy alig észrevehető DPI váltógomb, és oldalt is van kettő programozható gomb. Alul négy PTFL tappancs van rajta, a kapcsolóval átválthatsz adapteres módból Bluetooth-ra, és van egy rekeszünk is az adapternek, amit valljuk nagyon-nagyon könnyű egyébként elhagyni. Az IQ szoftver itt is elérhető, a gombok, a fények is teseszapatok, kiválaszthatunk egy időt, hogy mikor menjen alvó módba, és van többek között felületi kalibrációra is lehetőség. A lényegi dolog szerintem itt a DPI. Alapvetően 5 előre definiált sebességünk van, amit színekkel is megkülönböztettek. A DPI-t nem százasával, hanem egyesével tudod változtatni a csúszkával, és nem mellesleg 50-esével a DPI on illetve az oldalsó gombok nyomkodásával így azért elég precízen be tudod állítani az egeret. Ezen kívül van egy hatodik sniper mód is, ami éppen most 200 dpi, ezt hozzá tudod valamelyik billentyűhöz társítani, például nem is tudom az oldalsó gombok valamelyikét, hogyha nyomva tartod, akkor addig 200 dpi-ra vált az egér, de ez nyilván teset ezáltal könnyebben lehet vele célozni. Ezen kívül a polling rate 2000 hz is állíthatod, szóval tényleg precíz, pontos és alacsony válaszidejű egérről van szó. A benne dolgozó szenzort a pixar közösen fejlesztették, ez a Marksman 26k nevet kapta, maximum 26000 dpi-ra képes, aminek az alapja egy PAW 3393-as egység. Az 50 milliós omron kapcsolók a legkisebb nyomást is érzékelik, szóval, hogyha számítanak azok a bizonyos 10 vagy század másodpercek a játékodnál, akkor ez szerintem egy precíz és jó választás hozzá. Bluetooth kapcsolattal, hogyha átváltasz rá, akkor ugye nyilván nagyobb válaszidő mellett, de 90 órán át bírja vezeték nélkül, az adapteres Slipstream kapcsolattal pedig akár 60 órán át is lehet használni. Ezen kívül vezetékkel töltés közben is működik. A 79 g-os Sabre RGB Pro Wireless-szel én nagyon elégedett voltam, de ezeknek a feature-öknek hát megvan az ára, jelenleg ez az egérjem 35 ezer forint környékén kapható. Ti mit gondoltok egyébként így a videóban látott két korzetszúcról? Írjátok meg kommentben. Köszönöm szépen a figyelmet, ha tetszett a videó, akkor mindenképpen nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!